most már folytatódik is a radar. Acéltartály belülről gázmaszk, csúcs technológiás kombájn a világ legerősebb csilipaprikája, világbajnok sajtok, valamint fűri és galamb combatányérokon. Sírás, nevetés és sok-sok verejték. A Zsuzsi Asztala című műsorban György Horváth Zsuzsi szemüvegén keresztül tekinthettek be a nézők a hazai agrárkultúra életébe. Megnyomni, engedje le az egét, így van. Jól csinálom? Jól, nagyon ügyes maga. Utolsó adásához érkezett a Zsuzsi Asztala második évada. György Horváth Zsuzsa ismét felkutatta a vidék rejtett kincseit, és bemutatta a magyar mezőgazdaság szépségeit és nehézségeit. Ha azt hiszik a nézők, hogy most viccelünk, nem viccelünk. Nem, ez tényleg nagyon kemény. A híradós műsorvezető a stúdió kényelmét, a csinos ruhákat és a tökéletes megjelenést bizony gumicsizmára, nagy kabátra és mezőgazdasági eszközökre cserélte. Ne félj tőle, nem harap, nem bánt. Biztos? Nem biztos. Fog megcsípni? Mutatom neked, nincs foga. Hát nem is a fogára gondoltam. Azért szerettem volna ezt a műsort, mert egészen másképp jelent meg eddig az agrárium a magyar médiában, és én úgy gondoltam, hogy ebből sokkal, de sokkal több van benne. Én szerettem volna nagyon emberközelivé hozni. A vidék fejlesztése, a vidéki életre való figyelem felhívás egy örökérvényű téma, hiszen agrárország vagyunk, így nagyon fontos, hogy tudjuk, mi is történik azokkal az emberekkel, akik a mezőgazdaságnak szentelték az életüket. A mai adásban György Horváth Zsuzsi szakmára látogat, Fertőszent Miklósra látogat, Egyekre, Morra, Tarhosra, Úrhidára, Görbeházára, Tarnabodra, Egerszalókra, Seregélyesre, Villányba, Szent István Baksára, Mátra, Terenyére látogat el a Tóth családhoz, vagy ahogyan mindenki ismeri őket, Mancsúikhoz. Én egy városi ficsúr vagyok, ahogy szerintem a stáb nagy része is, és ilyen formán érdekes volt azt tapasztalni, hogy a vidéken, gazdaságban vidéki emberekkel való forgatás az mennyire feltölt egyrészt. Másrészt pedig most ittam egy teljes kávét, interjú után valószínűleg ebédelni fogok, aztán majd van egy születésnap, amire kell vennem egy villányi bort. Tehát azzal szembesülni, hogy minden pillanat az embernek gyakorlatilag az agráriummal kapcsolatos. Legalább annyi, mint a közlekedés, minden embert érint az agrárium. Hétről hétre 9 ember 3 kamerával dolgozott azon, hogy a magyar gazdák életét bemutassuk, hogy a nézők megtudják, hogyan kerül az asztalra egy kézműves sajt, vagy a világ legerősebb csiliszósza, vagy hogyan kerül a méz az üvegbe. Mindenkinek megvan a feladata. Összesen 14 ezer kilométert tettünk meg, azaz elutazhattunk volna kocsival Ausztráliáig, vagy New Yorkig, oda-vissza. 9 vármegyében jártunk, és 16 település természeti értékeit ismerhettük meg. Csak nem 400 órát töltöttünk terepen, és 5000 kávét fogyasztottunk el, de az alvási órák számát inkább hagyjuk. 10 terabájt nyersanyagot rögzítettünk, ezt egy átlag felhasználónak talán úgy tudnám megvilágítani, hogy egy DVD lemez, amit korábban használtunk, az mondjuk úgy 5 gigabájt, tehát 2 DVD lemez az 10 gigabájt, de 1 terabájt az 1000 gigabájt, és mi 10 000 gigabájtot rögzítettünk, elég sok. A gazdákat nagyon-nagyon szerettem. Ezek ugye többnyire családok voltak, ahova mi becsöppentünk, és 2 napot ott éltünk, és beleláttunk az életükbe. Nagyon-nagyon közel engedtek magukhoz, és mindenkit külön megszerettem. Szóval, hogy nem tudom, hogy láthattak a nézők könnyeket is, de sokkal kevesebbet, mint amennyi elcsöppent, mert nagyon sokszor volt megható jelenet. Talán még most is meghatódom. Én néhány évre elkalandoztam, a város elcsalt, tudod, a fények, az aszfaltút, meg egyebek, de aztán visszataláltam az eredeti helyemre, ide a külterületre, a tanyavilágba. Készítettünk kiszuperált mosógép dobból mai modern grillsütőt. Megtudtuk, hogyan kerül a buborék a palackba, és kiderült, hogyan készül a műlép, ami valójában nem is mű. Voltak nehéz, vicces, éles és csípős helyzetek is, és bizony voltak fagyos pillanatok. Volt -10 fokban is forgatásunk, ez mindenképpen egy kihívás volt. Emellett nagyon feszítettek voltak ezek a napok, hiszen volt olyan, hogy 14 órát forgattunk egy nap, és ezt csak utólag hallottam a kollégáktól, hogy tudod-e, hogy 14 órát forgott a kamera. Azért ez hosszú volt, és nagyon sokat kellett ugye koncentrálni, benne lenni a jelenetekbe, de hát megérte. Találkoztunk a legújabb csúcs technológiával a földeken, de volt, hogy bizony a kapát kellett kézbe venni, és a kalocsai népviselet sem maradt el. Mennyi előkészületet igényelt ez a műsor? Rengeteget,
Na de ebben nem, ez nem az én érdemem, hanem a producer és a felelős szerkesztője, úgyhogy Orsi, én most átvenném a mikrofont és cseréljünk. Nekem is lenne kérdésem, hiszen te szívedet, lelkedet és idődet nem kivélve beleadtad ebbe a műsorba, és amit a nézők láttak, hogy mi megérkeztünk egy családhoz, az már egy fejlemény volt, azt azért megelőzte egy terepszemle, ez az, amiről a nézők nem is tudnak. Ez hogy történt? Először is köszönöm a kérdéseket. Nagyon nehéz volt kiválasztani azokat a gazdákat, akik alkalmasak egy 42 perces műsor forgatásához. Itt nagyon sok szempontnak kell megfelelni, nagyon sok aktivitást kellett csinálni, amit most is köszönök, hogy mindenbe bele tudtál vágni, bármit kitaláltunk neked. Ahhoz, hogy ilyen izgalmas, pörgős műsorokat tudtunk csinálni, bizony sok előkészületre volt szükség. Próbáltunk olyan folyamatokat is megmutatni, amit esetleg a nézők nem tudnak elképzelni, és próbáltunk a háziasszonyoknak is kedvezni és tippeket, praktikákat adni, például a vasárnapi ebéd készítéséhez. Városi lány vagyok, nekem nagyon nagy tanulság volt az, hogy elmész egy boltba, leemelsz mondjuk egy mézet, és nem tudod, hogy mennyi munka van benne, mennyi ember áldoz azért, hogy ezt a mézet te meg tud otthon enni. És ez nagyon jó volt látni, hogy hogyan jut el a gazdától a felhasználóig egy-egy élelmiszer. Megéri felkelni korán, megéri ennyit dolgozni, úgyhogy hogy nagyon sokat tanultam én is ettől a műsortól. Szeretlek, Orsi! Yeah.